Táncsics Mihály Gimnázium 3 évvel ezelőtt kapcsolódott be a játékhatárokkal programba, melynek keretén belül prevenciós órákat tartunk a résztvevő osztályoknak a szerencsejátékfüggőség témakörében, illetve délutáni klubfoglalkozásokat szervezünk közösségépítés céljából. Ezen a nyáron lehetőség nyílt egy médiatábor megszervezésére, és azt tudtuk, hogy a gimnáziumnak nagyon komoly stúdiója van, illetve aktív médiaszakköre, úgyhogy így kapcsolódott össze a Camp Light alkotótábor, illetve a játékhatárokkal program, és most zajlik egy 9 napos nyári tábor, amelynek során a résztvevők különböző fotó- és filmtechnikai kurzusokon vehetnek részt, és a tábor végére el fognak készíteni egy prevenciós kisfilmet a szerencsejátékfüggőségről. Annak érdekében, hogy erről a témáról is minél szélesebb körű ismeretekkel rendelkezzenek, mi az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai tartottunk nekik prevenciós, illetve érzékenyítő foglalkozásokat, melynek során a játék, a szerencsejáték és a függőség témaköreiről beszélgettünk, ezt jártuk körül. Én azt tapasztaltam az egész táborról, hogy nagyon aktív és motiváltak a résztvevők, és egy nagyon jó közösség van itt mind az oktatók, mind a résztvevő diákok tekintetében. Nagyon összetartóak, és minél több tudást szeretnének az oktatók átadni, illetve tanulni a diákok. A prevenciós foglalkozásokon is aktívan részt vettek, sok kérdésük volt, sok hozzászólásuk is, viszont mi azt tapasztaltuk, hogy a szerencsejátékfüggőségről kezdetben viszonylag kevés ismeretük volt, ezt úgy gondolom, hogy sikerült kibővíteni, illetve pontosítani. Ebben nagy segítség volt a játékhatárokkal program interjúfilmje, amely egy szerencsejátékfüggő életét mutatja be. Ezt megnéztük, illetve beszélgettünk róla az egyik filmklubban, és a diákok azt jelezték vissza, hogy ebből nagyon sok kérdésükre választ kaptak, illetve ez ötletadó lett az ő kis filmjükhöz is. Én úgy látom, hogy ez nagy kihívás nekik, hogy erről a témáról forgassanak, de azt gondolom, hogy a technikai órákon erre minden tudást megkapnak, illetve nagyon motiváltak is, egész nap forgatnak, fotóznak, gyakorolnak. A prevenciós órákon pedig sikerült ráirányítunk a figyelmüket erre a témára, illetve kellő tudást szereztek a szerencsejáték függőségről is, úgyhogy szerintem egy nagyon értékes és érdekes kis film fog születni.